Ez az, amit mindig is akartam, az elfogadást, hogy az apám elfogadjon. Hogy amit csinálok, az elég jó legyen, hogy én elég jó vagyok. Hogy ne kelljen teljesítenem azért, hogy szeressenek, fogadjanak. Már gyerekkorától kezdve Joe Kiszak úgy érezte, hogy nem tud megfelelni az apjának. Még a 20-as éveiben is, amikor megnősült és elindult a karrierje Hollywoodban, az apja továbbra is csak kritizálta. Ott ültem az apámmal, és még csak azt sem mondta, hogy jól van, ügyes vagy. Én pedig belül éreztem, hogy ennél többet nem tudok tenni, ennyire vagyok képes. Nem tudok jobban teljesíteni, vagy keményebben dolgozni, mint ahogy csinálom. Nem volt az a díj vagy előléptetés, ami Joe-t boldoggá tette volna. Olyan szerencsétlen voltam belül. Megkaptam, amit gondoltam, hogy akartam, de nem elégített ki. Az orvos a gyógyszert írt fel neki depresszió ellen. Kivizsgált engem, és antidepresszánsokat írt fel nekem. Ez volt a kezdet. Egy pár évig tartott csak az, hogy a megfelelő gyógyszert kikísérletezzék rajtam. Ami elvileg segített volna az egyensúlyt beállítani. Joe nagyobb adagokat kezdett szedni, mint amit az orvos felírt. Még Mexikóba is elutazott, hogy vény nélküli szereket vegyen. Amikor a nyomás nagyobb volt, többet vettem be, hogy egyszerűen normálisnak érezzem magam. Érezzem, hogy el tudom látni a feladataimat. A felesége Carmen tudta, hogy valami nincs rendben, de Joe tagadta. Tiszta pillanataimban bűntudat és szégyenérzet gyötört, de annyira bántott az is, aminek Carment kitettem. Joe és Carmen minden évben összejöttek a legjobb barátaikkal, Howarddal és Maryvel, hogy megünnepeljék a feleségek szülinapját. Az egyik évben Joe annyira be vagy gyógyszerezve, hogy teljesen zavartá vált. Botladoztam, és elestem. Egyszerűen fel kellett emelni. Abszolút nem voltam tudatában, hogy ennyire súlyos lett a helyzet. A drogfüggőség végül az állásába került. A karrierje csúcsán elbocsátották. Howard meglátogatta, hogy komolyan elbeszélgessenek. Egyszerűen azt mondta, segítségre van szükséged, el kellene menned bármilyen kórházba, akár pszichiátriára is, és segítségre van szükséged a depressziót kezeléséhez. Bármi legyen is az, ami elkapott, szabadulj meg tőle. És egyszerűen azt válaszoltam, rendben. Akkor Carmen megtalálta Joe eldugott gyógyszereit. Nem tagadtam. A szívem mélyén örültem, hogy megtalálta. Mert így legalább kiderült. Joe beleegyezett, hogy kivizsgáltatja magát egy pszichiátrián. Úgy éreztem, hogy megbuktam. Megbuktam az életben, végleg elrontottam az életemet. Soha nem leszek az a fickó, akire az apám büszke lehet, mert éppen egy pszichiátriai klinikára jelentkezek be depresszióval. Ez volt a legnagyobb bukás az életemben. Egy nappal azelőtt, hogy befeküdt volna, egy másik barátja is meglátogatta. Azt mondta, biztos vagyok benne, hogy valami jó fog kijönni ebből a kórházi történetből. De nem dőlhetek hátra, és hagyhatom, hogy azt gondolt, hogy valami önmegváltás a megoldás. Van egy megoldása annak, amivel neked most problémád van, és ez a Jézus Krisztussal való kapcsolat. És akkor azt mondtam, hogy oké, hogyan kaphatom ezt meg? Azt mondta, hogy imádkozni fogunk. El fogunk mondani egy imát, amiben elfogadod Jézust, Uradnak és megváltódnak. És elmondtuk, egy csodálatos és hihetetlen béke, és öröm, és nyugalom töltötte be az egész lényemet, mintha rámöntötték volna, mintha hideg vizet öntöttek volna belém, és fokozatosan feltöltött feljebb és feljebb és feljebb és feljebb, amíg úgy éreztem, hogy túlcsordul, kifolyik belőlem az a teljesen tiszta öröm, elárasztott engem,
és csodálatos volt. Joe sikeresen befejezte a programot a kórházban, és amikor hazaköltözött, az új hite iránti lelkesedése még erősebb lett. Végül megtalálta az elfogadást Krisztusban. Ez elképesztő volt, a legjobb időszak az életemben. Mindegy, hogy hol voltam, tele voltam örömmel, teljesen tele voltam. Joe írt egy könyvet a negyedik halász címmel, amiben az elveszettként élt életét azokhoz a halászokhoz hasonlítja, akik eltűntek a tengeren. A könyve segített neki egy új karriert elindítani. Azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy ez lehetetlen számukra, a múltjuk miatt, a kötelékeik miatt, amiatt, amit tettek, hogy túl zűrös volt az életük. Azt üzenem, hogy tudom, milyen érzés. Ugyanez voltam, átmentem ezeken. Jézus Krisztus nélkül elveszett lennék. Küzdelmekkel teli életem lenne, hogy megtaláljam a dolgok értelmét, célját. De Jézus Krisztussal teljesen más emberré lettem.